az összes vízikönyvben szerepel egy irat, 1967, amikor is. Amikor is pápa teszénán 1967-ben az összes malom vízjogi engedélyét visszavonták. Talán ez nem is normális dolog, amit én, tehát egy ilyen lepusztult környezetben, hogy mondjuk jól érzem magam, de én azt látom, hogy ezt a malmot föl lehet újítani. Azokra a gerendákra lesz rárakva a padló, és akkor még kell oda, afölé megy a kőtartó gerenda. Találtunk egy képeslapot. Ezt 1910-ben adták föl itt a teszéri postán. És az indított el a hangját. Ez a bögi malom a tóval. Onnan jöhetett a víz, ha jól képzelem. És folyt itt le, és hajtotta meg a kereket. És a tenger itt bement ezen az ablakon át, és ott bent volt a malomkerék. Régen gyakorlatilag minden faluban volt vagy egy vízimalom, vagy egy szélmalom, vagy egy szárazmalom, ott Tarpán például, amit lovakkal hajtottak, ahol az ott helyben termelt gabonát meg tudták őrölni. Az, hogy 100 kilométerekre szállítsuk a hatalmas malmokba, ahhoz óriási mennyiségekre és a monokultúrákra van szükség. Hát itt vagyunk Ilkó Sándor asztalos műhelyének az udvarán, és Ilkó Sanyi ma készíti a bögi malom vízikerekét. Szükségünk lehet arra, hogy vagy egy gazdasági válság miatt, vagy a föld túlnépesedése egyéb környezeti problémák miatt esetleg újra vízimalmokba őrüljük a gabonát. Az egyetlen megoldás az, hogy alulról, helyi szintről kell elkezdeni építkezni, és ott kialakítani azokat a magokat, amik önmagukban működnek, a kismalommal, a saját helyi termékekkel, az élelmiszer önellátással, mert azt nem lehet tönkretenni.